Jó estét kívánok, köszöntöm a konkrét nézőjét. A mai este Vid Gáborral, a Kamerát Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének tagjával beszélgetünk. Volt a hétvégén egy nagyszabású program. Mit is takar, mi is volt ez? A mostani programunkban az akadálymentesmagyarország.hu projektünknek a nyitó rendezvénye volt. Ez a program idén indult sok éves vajudás után. A Nemzeti Együttműködési Alapnál sikeresen pályáztunk arra a szükséges pénzösszegre, amivel ezt a projektet el tudtuk indítani. Illetve a másik célja a szombati rendezvényünknek az volt, hogy folytassuk Győr belvárosának az akadálymentességi felmérését. Ez a program ugye elindult, akkor említette a hosszú vajúdási időszakot. Most akkor sikeresen fut, mi lesz a folytatás? Itt Győrben elindultunk, akkor mi lesz? Hát a névből is adódik, ugye, hogy akadálymentes Magyarország. Egész Magyarországra szeretnénk kiterjeszteni ezt a programot. Több vidéki városban is vannak velünk együttműködő hasonló civil szervezetek, akik helyben az itteni tapasztalatok alapján megkezdik ugyanezt a munkát, mint amit mi Győrben kikísérletezünk, kipróbálunk. Ennek is már hosszú-hosszú hagyománya van, hiszen a Széchenyi István Egyetemmel nagyon-nagyon régi jó kapcsolat van az építész tanszékkel, tehát körülbelül lassan 10 éve folyik már ez a munka, és tulajdonképpen annak a gyümölcsét kezdjük el most learatni. Ez a tapasztalatokat összeraktuk, és ebből szeretnénk egy olyan gyakorlatilag mondhatni azt, hogy standardizált eljárás kitalálni, amivel már könnyebben a partnerink helyben, otthon, Szegeden, Békéscsabán, Veszprémben tudják folytatni ezt a munkát, ugyanúgy, mint ahogy mi Győrben. Konkrét lépések már fognak történni Győrben, hogyha megnézzük a városban, akkor... Annyi látszik, hogy van egy OpenStreetMap nevű ingyenes alkalmazás, ez egy világ bármely szám pontján elérhető térkép. Ehhez van több olyan alkalmazás, például a Wheelmap nevű alkalmazás, ami mobiltelefonon egy kerekesszékesnek megmondja, hogy hol van a legközelebbi akadálymentes hely, amit ő tud használni. Ezek az adatok például egy ide látogató turistának, vagy esetleg egy helyben élőnek, vagy valakinek, akinek ide kell jönni, ügyet intézni a környező települések, hiszen Győr az, hogy egy megyeszékhelyről beszélünk. Hasznos információ, hogy hol tud leparkolni, hol van ez, hol van az, hova tud akadálymentesen eljutni. Ez egy egyszerű mobilos alkalmazással ez segít. Már most nagyon sok győri objektumnak megvan az adat, hogy akadálymentes, részben akadálymentes, nem akadálymentes. És ez már működik, tehát ez már a mobil kijelzi. Abban a pillanatban, ahogy mi rögzítettük szombaton az adatot, abban a pillanatban az egész világon ez elérhetővé vált. Nyilván nagyon sok adatot gyűjtöttünk, még a feldolgozás folyik. Ezt szép lassan dolgozzuk fel az adatokat, és akkor ezek automatikusan ebben az online rendszerben elérhetővé válnak. És akkor nyilván frissítik is, tehát ahogy újabb akadálymentesített helyek létesülnek mondjuk Győrben, akkor azok automatikusan fel is kerülhetnek? Hát nem automatikusan, mert valakinek fel kell vinni a rendszerbe, de folyamatosan követjük a helyeket. Sajnos az akadálymentesítéssel szemben látjuk azt, hogy egy-egy felújításnál apró kis hajszál kerül a gépezetbe, vagy egy homokszem, és akkor egy akadálymentes hely ismét nem akadálymentessé válik. Ezeket folyamatosan követjük, és ezekkel frissítjük az adatbázisunkat és az adatainkat. Ugye az akadálymentes magyarország.hu az nem csak ezzel a térképpel foglalkozik, hanem mindennel, ami az akadálymentesítéshez tartozik. Hogyha megnézzük, milyen helyzetben van például Győr, hiszen itt azért sok minden elmondható. Én úgy látom, hogy Győr hozza a hazai átlagot, tehát nem rosszabb, nem jobb, mint bármely hasonló település szerkezetű magyar város. Mi a hazai átlag? Van ilyen? Ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye, hogyha ismerjük egy kicsit Magyarország földrajzát, ugye van egy középhegységünk, és az ott lévő településeknek az akadálymentesítése nyilván sokkal nehezebb, mint például mondjuk itt a Kisalföld szélén egy olyan város, ami már legalább úgy nagyjából sík területen van. Mi nem csak itt az akadálymentesési felmérésnél, nem csak azzal foglalkozunk, amivel a hivatalos statisztikákban szerepel, mert állampénzből felmértük az összes önkormányzat, iskola, orvosi rendelő, postahivatal. Mi felmérjük azokat a kis üzleteket, fodrászat, fagylaltozó, mondom azt, hogy kocsma, ahova szintén be kell jutni a mozgáskorlátozottnak.
Itt azt látjuk, hogy körülbelül a helyeknek a 10% az, ami akadálymentes, de ez országos átlagban is nagyjából ugyanezt látjuk. Tehát egy 10%-os ez az arány mindenhol. Nagyjából, tehát most... Mi a cél? Merre lehet ezt nyilván eltolni? Mi az, ami elérhető rövid idő alatt, vagy hosszabb idő alatt? Eljutni 20-30%-ig nyilván ez rengeteg munka és feladat, és rengeteg pénz. Mi most ugye a felmérést csináljuk, tehát mi, ugye és ez a projektnek a másik része, hogy olyan információkat szolgálunk, hogyha valaki szeretné az akadálymentesítést megcsinálni, akkor hol tud hozzá segítséget kapni, hol kap információt, mert a jogszabályban meg a szabványban gyönyörűen le van írva, hogy kell egy rámpát megépíteni, viszont azt az átlagember nem érti. Mi szeretnénk ezt közérthetően, átlagember számára érthetően lefordítani, de olyan információkat is szeretnénk megérteni, hogy például akiknek sérült az egyik keze, hol kap például a balkezes ollót, balkezes egeret a számítógéphez, ugyanis az akadálymentesítés több szintje van. Ugye, ami mi általában beszélünk, az a fizikai szint. De ezek után jönnek ezek a mindennapos eszközök, például a hagymapucológép, van olyan kifejezetten mozgássérülteknek, hogy nagyon könnyen tudnak hagymát felszeletelni, fölkockázni, például egy pörkölt készítéshez. Ezek mind beszerezhetőek. Egész addig a szintig, amit már infokommunikációs akadálymentesítésnek nevezünk, hogy például hogyan kell egy üzletben egy árcédulát úgy megcsinálni, hogy egy értelmileg akadályozott ember is ki tudjon rajta igazodni, milyen betűtípust érdemes választani, hogyan kell elhelyezni ezeket a feliratokat. Tehát egy nagyon széles palettáról beszélünk. Nyugat-Európával az összehasonlítás milyen adatokat mutat, ott mi a helyzet? Nagyon érdekes ott is a helyzet. Tehát mi azt hiszük, hogy ott már kolbászból van a kerítés. Ott, amiről szintén szoktunk beszélni, az akadálymentes gondolkodás előrébb jár. Tehát ott már egy új beruházásnál rögtön akadálymentesítést figyelembe veszik, rögtön úgy kezdik építeni Magyarországon, még nagyon sok új beruházásnál még nem veszik figyelembe az akadálymentességi szempontokat. Még mindig pedig sok esetben hangsúlyozzák, de ezek szerint akkor nem minden esetben. Nem minden esetben sikerül, hogy az állami beruházásoknál általában ezt figyelembe veszik, ugyanis ott jogszabályi kötelezettség van. A üzleti élet, a versenyszféra még nem látta meg ebben a piaci potenciált. De hát például nagyon sok taktársunkról tudjuk, hogy például az alapján választott bankot, hogy hol vegyen föl például egy hitelt, vagy hova helyezzel a pénzét, hogy hol van olyan bankfiók, ahova be tud jutni. Kint ebbe az üzleti potenciált meglátnak, Magyarországon itt még egy picit hátrébb tartunk. A fizikai akadálymentesítésben egész Európa ezzel küzd, hogy alapvetően egy öreg kontinens, tehát általában az európai nagyvárosok valamikor a 19.-20. század fordulóján épültek ki. Akár Párizs, Budapest, Berlin, akármit nézünk, ezek még nem akadálymentesek. Nagyon lassan halad, tudjuk, hogy külföldön mindenhol tologatják az akadálymentesítési határidőket, mindenhol ezzel a problémával küzdenek. Ott egy picit a szemléletmód előrébb tart, a fizikai akadálymentesítés is emiatt egy nagyon kicsit előrébb tart, mint mi. Úgy érezzük, jártunk külföldön turistaként, ebben láttunk eltérést, a hozzáállás és tehát ez az akadálymentes gondolkodásban láttunk jelentős eltérést, és emellett egy picit előrébb tartanak, mint mi. Azért volt elmozdulás a fejekben az elmúlt években? Tehát az emberek odafigyelnek arra, hogy olyan parkolót ne használjanak, illetve hát akár a parkolók használatát is. Tudjuk, hogy jó néhány botrány volt, és eléggé zűrös a helyzet, de Győrben is például kékre festették a mozgássérült parkoló helyeket, ezzel is könnyítik mindkét oldal dolgát. Például van is egy ilyen programunk, ez a parkoló őrjárat, vagy parkoló lustra, amikor itt a helyi rendőrséggel, önkormányzat a közösen vannak ilyen figyelemfelhívó akciónk, amikor végig megyünk és megnézzük, hogy ki az, aki rossz helyre parkol. Van elmozdulás, látjuk a hivatalos szervek részéről is, hogy az ügyintézők segítőkészebbek, például mondjuk egy budapesti példa, hogy ott is most már azok a buszsofőrök, akik alacsony padlós buszokat vezetnek, erre nyitottabbak. Még messze nem tartunk ott, mint külföldön, nekünk Brunóban volt egy olyan élményünk, hogy feleségem, aki kerekesszékes, mentünk az úton, a busz megálló mellett, és a buszsofőr már ugrat kell segítsen, és mondtuk neki, nem, mi csak arra megyünk, mert itt vezet el a járda, és megkérdezte, hogy segíthet-e még valamit. Azért Magyarországon még sokszor látjuk azt, nem csak Budapesten, több vidéki versenykör, inkább a buszsofőr kinéz a másik oldali ablakon, és akkor szemlátott nem akar minket észrevenni. Itt is még azért van fejlődni való, de fejlődünk, és pozitívan. Nagyon fontos, hogy legyen erre anyagi forrás. Erre van anyagi forrás?
Az a nagyon érdekes tapasztalatunk van, hogyha valaki egy jelentősebb felújítást elkezd egy építkezésnél, vagy például egy járművet, például egy buszt akar venni egy volántársaság, vagy egy helyi közlekedésnek a távolság, egy alacsony parkos, akadálymentesített busz, vagy például egy épületnek az akadálymentesítés, az első pillanattól kezdve így gondolkodunk, hogy az akadálymentes lesz, nem kerül sokkal többe. Viszont ha utólag kell valamit akadálymentesíteni, az gyakorlatilag egy pénztemető. Nagyon-nagyon sokba kerül. Mi is családi házat építettünk, 1% alatt volt az eltérés az árban, hogy akadálymentesre vagy nem akadálymentesre építjük. De mi már a legelső lépésben már a tervezőt úgy kerestük, hogy azt mondtuk, hogy olyan tervezőt keresünk, aki hajlandó így gondolkodni, és akkor nem drágább. Aki szeretne, a győri szervezetnek hogyan tud segíteni? Hát egyrészt van a honlapunk. A honlapunkon keresztül van mindenféle elérhetőségünk. Ha valaki anyagilag szeretne támogatni minket, arra is van lehetőség. Ha valaki önkéntesként eljön egy-egy ilyen rendezvényre, és segít a felmérésekben, segít például egy ilyen parkolójáratban, azt nagyon szívesen fogadjuk. Facebookon szoktuk meghirdetni konkrétan eseményként, hogy ekkor és ekkor itt és itt leszünk, és próbáljuk minél szélesebb körbe bevonni az érdeklődőket, aminek viszont nagyon örülünk, és ehhez kapcsolódik, hogy egyre többször találkozunk azzal, hogy például az egyetemi hallgatók, itt a Széchenyi István Egyetemet említettem, de a Nyugat-Magyarország Egyetemet, olyan leendő szakemberek, olyan szakirányú hallgatók jönnek segíteni, akik majd ezzel fognak foglalkozni, építész hallgató, gyógypedagógus hallgató, pesti rendezvényeinken nagyon sokszor gyógytornász hallgató, hiszen itt meg tudja tanulni, és aki itt nálunk volt, és ezt látta, most is beszélgettem építész hallgatók, azt mondja, hát ők ezt megtanulták. Tehát, hogyha ott 5 centi odébb rakna azt a táblaoszlopot, és ő majd úgy fogja megtervezni, akkor jobb lesz. És ez sokkal nagyobb eredmény szerintem, mint az, hogy most valaki ad 10 000 vagy 15 000 forintot. Nyilván nagyon örülünk neki, de ezzel egy gondolkodásmódot tudunk fejleszteni és formálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, és sok energiát kívánok, mert az kell energia is, és kitartás is, és szerintem meghozza az eredményét előbb vagy utóbb. Kedves nézőink, konkrét lesz természetesen pénteken is, akkor is várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.